már 6. alkalommal megrendezésre kerülő kedvenc patikám sajtótájékoztatom. Mint ezt tudják, ezt a lakosság kérésére hívtuk életre ezt a versenyt, melyen minden magyar patika indulhat. Lakosság szavazatai döntik el, hogy melyik patika lesz az idén az év patikája. A sajtótájékoztató megkezdésével átadom a szót dr. Mikola Bálintnak, hogy kezdjen meg a program ismertetését. Köszönöm szépen. Először a jelenlévő hölgyektől engedélyt kérnék arra, hogy a talponkat levehessük. Nagyon meleg kell lenni. Pedig még nem is mondtam semmit, és akkor ehhez képest már csak melegebb lesz. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagy örömmel köszöntöm a sajtótájékoztató résztvevőit. És hát, mint észrevették, a szervezők itt szélesebbre húzzák a vonalakat azzal, hogy Zahert doktor urat meghívták ebben a körben, aminek én rendkívüli módon örülök. Majd mindjárt el is mondom, hogy miért, hiszen nekünk már volt találkozásunk, őt már kértük arra, hogy a gyógyszerész társadalomnak segítséget nyújtson bizonyos kérdésekben, ami meggyőződésünk szerint az egészségi állapot javulását nagyban tudná segíteni. Ő gyógyszerészek országos kongresszusán már szerepelt nálunk, és hát azt hiszem, hogy a médiának őt nem kell bemutatni, a tevékenységét sem, az elhivatottságát sem, hiszen 5. generációs orvos nagyon sokat tud az egészségről, és azok a pozíciók, amiket ők betölt, számunkra a gyógyszerészek számára rendkívül fontosak, hiszen úgy találjuk, hogy mi az ország 2300 pontján találkozunk betegekkel, akiknek részben a gyógyszerek mellékhatásával, kölcsönhatásával, összefüggésben átmeneti vagy tartós egészségkárosodásuk lépett föl, és hogyha az ajtóorvos úr tudományát a magunk muníciója mellé tesszük, akkor igen sokat tudunk segíteni azoknak a betegeknek, akik esetleg nem jutnak el kórházi ellátásig, vagy nem is mindig indokolt, hogy eljussanak. Én most, ha megengedett Gábor, akkor hátulról kezdeném a gondolatot. A kedvenc patikámat ugye azért indítottuk, hogy a lakosság részére egy kicsit fókuszálni tudjuk azt, hogy milyen tevékenység folyik a patikában. Én itt nagyon sok ismerős arcot látok, és tudom, hogy sok minden részkérdését ennek átbeszéltük ennek a kérdésnek. Hiszen meggyőződésünk, hogy a patika nem arról szól, hogy a színes dobozokat oda tudja adni a betegnek, és ügyesen tudja olvasni az orvos receptjét, hanem ennél jóval szélesebb körben kellene, hogy tevékenykedjen, de könnyebb akkor ezt a célt elérnünk, hogyha mindkét oldalról támogatott a program, a terápia menedzsment oldaláról és a mi szürke állományunkon keresztül egyfelől, másfelől pedig a lakossági igények alapján. A lakosság tudja azt, hogy mire számítad a patikában, mit igényelhet a patikában. Na most ez segíti ez a folyamat. És én elhoztam most egy gyors statisztikát, ami a közelmúltban készült, és a Synapsis készítette, önök biztosan ismerik, egy profi szervezetről van szó. Sokat találkozunk a médiában azzal, hogy milyen sokat fizet a társadalom, a lakosság gyógyszerekre, és hát ez az egészségi állapot javulásában nem tükröződik ez a nagy kiadás. Sőt, hát ugye azt is sokszor elmondtam már önöknek, hogy örvendetesen szaporodnak a születéskor várható élettartam évei, de az egészségben elköltött életéve, az mintha nem akarna olyan gyorsan szaporodni, és ez az olló egyre szélesebbre nyílik, egyre nagyobb az a társadalmi réteg, aki igényli az egészségügyi ellátást, és olyan ellátó rendszer, amelyiknek ennek eleget tud tenni, a világon nincsen, mert egyszerűen nem lehet ez gazdaságilag bírni. Tehát minden egyes pozícióra szükség van, házi orvosra, járóbeteg szakellátásra, védőnői szolgálatra, szociális gondozóra, de ne felejtsük ki a gyógyszertárat ebből a sorból, amelyiknek stratégiai pozíciója van. Sajnos számomra úgy tűnik, hogy döntéshozói oldalról nagyon sokat kell erőködnünk, hogy ez az agyapat elopódjon, és önökön keresztül tudunk ebben eredményeket elérni, mint ahogy az elmúlt éveket bizonyították. Ugye sokat költ a háztartásra az egészségügyre. Receptköteles gyógyszerekre költöttek 40 milliárd forint. Gyógyászati segédeszközökre 23. Recept nélkül kaphatóra 16-ot. Nem kell megjegyezni, majd mindjárt summázom a gondolatmenetemet. Étlen kiegészítőkre 15-öt, magánorvosra, állapénzre, gyógynövényre, alternatív gyógyászatra, homeopátiára, internetre, stb. Stb. A dolog lényege az, hogy
jóval többet költ a lakosság úgymond gyógyszeres terápiára, ellenőrizetlen csatornákon való beszerzés útján, mint amennyit a receptre, orvos általi receptre, gyógyszertárban megkap. Na most ennek van jó oldal, meg van rossz oldal is. A rossz oldal az az, hogy gyakorlatból tudjuk, hogy nem mindig megalapozottan történnek ezek a gyógyszeres terápiák, és ugye a múltkori alkalommal, nem tudom, egy sajtótájékoztatón elmondtam önöknek, hogy borzalmas hibák vannak ezekben a kérdésekben, hiszen valaki egy szűk terápiás indexű antikoagulásra van beállítva, és mellette gyógyszert iszogat, hogy jobban aludjon, fölfüggeszti az antikoagulás hatást, amit észre sem vesz, és beláthatatlan következménye. Tehát a mi gondolatunk az, hogy abban is kérjük a segítségüket, hogy ez a gyógyszertáron kívüli úgynevezett egészségi állapotot fejlesztő vagy egészséget megőrző készítménycsoport, amire nagyon sokat költ a lakosság, ez lehetőleg kerüljön be a gyógyszertárba, kerüljön ellenőrzött körülmények közé, hogy ez a hatalmas ráfordítás, ez valahol megmutatkozzon az egészségnyereségi produkcióban is. És úgy lezárom ezt a gondolatot, látom, hogy értik, hogy mire akartam ezt kijegyezni. Ebben önök nagyon sokat tudnak nekünk segíteni. Ebben Zahár doktor nagyon sokat tud nekünk segíteni, hiszen ő azt az oldalt tudja erősíteni, ami a mi szellemi felkészültségünkhöz szükséges. És én bennem él még az az élmény, amikről a gyógyszerészeket a fájdalomcsillapítás, láz és fájdalomcsillapítás kapcsán készítette föl azokra a toxikológiai vetületekre, amelyek a vén nélkül beszerezhető készítmények agyonzabálásának a közvetlen következményei. Rendkívül fontos nekünk ez a munícióbeli gyarapodás. Önöket pedig arra szeretnénk kérni, hogy a társadalom felé közvetítsék ki, hogy a patika milyen értékeket képvisel. Az ott lévő szellemi kapacitás milyen jelentősen tud hozzájárulni az egészség megőrzéséhez, fenntartásához és a gyógyuláshoz egyaránt. Úgy gondolom, hogyha valahol kiteljesedik ez a produkció, befektetés szinte nem is igényel, mert jelenleg ez működőképes lenne, csak a tudatformálásnak kellene egy kicsit a helyére kerülni. Hogyha tudnánk abban előrelépni, hogy készítmény családok, amiket jelenleg ma, nem akarok szándékosan árvaháztáncokat mondani, de impulzus termékként a pénztár előtt beszerezhetőek, azok ne ott legyenek, hanem lehetőleg szakember kezéből kapja meg azt is a beteg. És ezt a gondolatmenetet azzal zárnám, nem lezárva, csak átmenetileg felfüggesztve, hogy az elmúlt év kedvenc patikám meghirdetését követően én minden egyes polgármesternek küldtem egy levelet, akiknek a patikáját értékel. És meg fognak döbbenni. A legtöbb polgármester visszaválaszolt, megköszönte a tájékoztatást. Voltak, akik ugye dörzsöltebbek, akik azt írták, hogy hát ő ezt persze mind tudja, mert ő gyakran erre a patikába nyilván, hogy ezt oda teszi az ember, ahol kell tenni. De több patikát, kitüntetett patikát a helyi lapokban meginterjúoltak, bemutattak, és elég nagy sikere volt a saját körzetében annak, hogy ezt az elismerést megkapta. Ebben kérjük továbbra is a segítségüket. Eddig is megkaptuk, ezután is számítunk rá. Köszönöm szépen. Említetted Záher doktor urat. Kérem doktor Záher Gábort, hogy az ő szemszögét, hogy világítson rá erre a helyzetre. Szép napot kívánok, tiszteltel, köszöntöm Önöket. Köszönöm a megtisztelő meghívást. Ugye fontos dolog, hogy legyen az embernek mindenféle kedvence. Ugye most ért véget nemrég a nagy színpad, ahol az ember kedvenc fiatal zenekart választhatott magának. Habár itt a velem szenvedők nem éppen az a korosztály, akiről feltételezem, hogy ott volt. Ugye ezeken a dolgokon, hát akkor legyen kedvenc patika is. Nézzék, a patika alapvetően egy agóra. Persze az abszolút jó értelmű vett agóra egy olyan piasztér, ami tényleg nem csak arról szól, hogy az ember színes papírokkal oda bemegy, és akkor mindenféle híres magyar emberek arcképét el tudja cserélni mindenféle színes dobozkákra, hanem alapvetően kialakul egy kommunikációs rendszer. És ez a kommunikációs rendszer, főként egy vidéki patikában, akár egy falusi patikában, ez sokkal-sokkal több mindenről szól, mint az, hogy a házi orvos vagy a szakellátó fölírja a gyógyszert, az illető pedig megkapja. Úgyhogy folyik egy, nagyon csúnya szót használok, de gondolom tetszik kellőképpen tudni ezt elhelyezni, egy olyanfajta népnevelés, amire azt gondolom, hogy ma Magyarországon az átlag egészség kultúra szempontjából nagyon jelentős szükség van. Szóval abban az országban, ahol évente 2 kubus fokrém és 0,7 fokkefé per fő per év, az nagyjából annyit jelent, hogy 1,5 millió magyar honpolgárnak halványra bőzen nincs arra, hogy is jelent a fogmosás. Azt gondolom, nem kell önöknek bizonyítani, akik azért egészségügyben szakújságú időként tetszenek ténykedni. A magyar általános egészség kultúra az a békafenek alatt van. És azt gondolom, hogy ezen a
a gyógyszerészeti gondozás, egy patikai helyszín az nagyon sokat tud valójában segíteni, hiszen lehet, hogy első alkalommal tényleg csak egy papírcsere, dobozcsere történik meg, hogyha aki rendszeresen jár vissza ugyanabba a patikába, ott előbb-utóbb megismerik egymást. Hát gondoljanak a saját életükbe, feltételezhetően nőknek is van olyan bolt, ami ott van, ahol tetszenek lakni, ott mellette, és most nem a nagy bevásárlásokról van szó, hanem az éppen a napi dolgokról, ahol pontosan ismerik ugye Marikát, aki a pénztárban ül, tudják az ő gyűjtjét, baját, Laci tudja, aki az árufeltöltő, hogy éppen most az ő egészségi állapot is volt, hát hiszen ott is önök kommunikálnak valójában egymással. Nagyjából erről kell, hogy szóljon, azt gondolom, hogy maga a gyógyszertár is, és pontosan emiatt ugye a másik oldalról tekintve, a gyógyszerész oldaláról tekintve, beindulhatna egy olyan gyógyszerészi gondozás, amit persze már tanítanak az egyetemen, csak egyelőre van még ugye a patikákból, ez nem nagyon tud megvalósulni, hogy akár ugye a nagyon jelentősen túlterhelt alapellátás és szakellátás mellett ugye az illető gyógyszerész át tudja nézni az illetőnek a gyógyszerkészletét, akár úgy is, hogy otthonról beviszi, ami otthon van éppen a házi patikában, tudna tanácsot adni, és amit a Válint az előbb itt beszélt, hogy igazániból akár mi magunk, ugye a szakmában dolgozók sem biztos, hogy mindig tisztában vagyunk itt ugye a különböző keresztreakciókkal, hogy most melyik citokróm enzimen ki hogyan bomlik le, hogyan erősítik vagy gyengítik ugye a gyógyszerek egymás hatásait. És ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen ez együtt való működés, ami gyakorlatilag egyetlen egy sikert tudna csak meghozni, hogy tényleg ez a fránya általános egészségkultúránk egy kicsit pozitív irányba tudjon elváltozni. És ahhoz alapvetően nagyon fontos, hogy az emberek foglalkoznak a patikával, ugye a saját patikájukkal, világos, hogy feltételezhetően ez egy bizonyos kor fölött fogja éríteni tulajdonképpen az embereket. Szóval valószínűleg akik a nagy színpadon szavaztak, azok kevésbé fognak ugye a kedvenc patikára szavazni, ez természetes, mert ők nem éppen ugye a patikajáró populáció, de a felnőtt korosztály, esetenként az idősebb korosztály sokkal inkább megfogható ebből a szempontból, sokkal inkább él ma még bennük ugye tulajdonképpen a fehér köpenynek a mítosza, hogy elfogadják esetleg azokat a pozitív tanácsokat, amit esetleg magától ugye a gyógyszerésztől, vagy a gyógyszerészi gondozás szerepén belül tulajdonképpen meghallhatnak. És igen, változatlan az a véleményem, mint hogy ezt már több év óta folyamatosan a módom és lehetőségemről el szoktam mondani, hogy gyógyszert azt a gyógyszertárból kell vásárolni. Ahogy a patikus nem fog tartani tejet, nem fog tartani kenyeret és nem fog tartani párizsit a patikába, úgy azt gondolom, ezeknek a készítményeknek alapvetően egy olyan helyen tartva kell ugye előfordulni, és olyan helyről kell ezeket forgalmazni, ahol ezekkel a szerekkel kapcsolatos mindenféle információkat biztosítani tudják a vevő számára. Még akkor is, hogyha itt ugye OTC szerekről van szó, ugye, ami recept nélküli szerekről szól a dolog, hiszen mondjuk azokon a helyeken, ahol ezeket a szereket nem patikában forgalmazzák, ott megkaphatja az illető az információt, de le van téve írásba. Tehát gondoljunk bele, a magyar lakosság 25%-a funkcionális analfabéta, jelentős részük elolvasva egy lakossági tájékoztatót, abból azt a következtetést fogja levonni, hogyha beveszem ezt a gyógyszert, akkor a legegyszerűbb szövődmény és mellékhatás az lesz, hogy bele fogok halni ebbe a történetbe, és innentől kezdve nincs, aki a valóságot tulajdonképpen elmondja neki, ezért lenne tényleg nagyon fontos, hogy gyógyszert azt a gyógyszertárból lehessen csak vásárolni, és ugye maga az eladási folyamat is része legyen a gyógyszerészi gondozásnak. Köszönöm szépen! Egyébként Freddyre szavaztunk. Nagy színpadon. Én meg a Frambolermóra. Megkérem dr. Samu Antalt, hogy tegye hozzá maga gondolatait az elhangzottakhoz. Hát ez mindig hálás dolog egyébként harmadiként szólni. Egyrészt azért, mert ugye rengeteg idő van arra, hogy az ember felkészüljön, és tud kapcsolódni az előzőknek a gondolataihoz. Másrészt, mert nagyon sok mindent elmondanak már. Én úgy gondolom, hogy csak megerősíteni tudom azt, amit itt az előzőkben hallottunk. Ami a legfontosabb ezzel kapcsolatosan, az az, amiről már az előző sajtótájékoztatók során is beszéltünk, hogy ugye a gyógyszerész mely területeken tud tevékenykedni. Itt a primer, szekundár és a terciár prevenciót szoktuk említeni, a primer prevenció vonatkozásában ez a minél tovább ugye egészségesen maradni című fejezet. Patikában számtalan olyan termék van, amit a elnök úr is egyébként említett, amely gyakorlatilag az egészség megőrzését célozza. És a patika egy olyan találkozó pont is lehet a páciensek vonatkozásában, ahol esetlegesen a már meglévő tünetek miatt
orvoshoz tudjuk irányítani a betegeket, tehát a szekunder prevencióban is igenis van szerepünk, ott is jelentős feladatokat tudunk ellátni, talán mindannyian emlékeznek rá, hogy több mint 10 évvel ezelőtt indítottuk el a Diabetes programot az Erős Antóniával, az Egy Sebb Jelen alapítvánnyal, lehetővé téve gyakorlatilag, ugye, hogy a patikában vércukorszint mérések is történjenek, ennek kapcsán számtalan beteget tudtunk az orvos kollégákhoz irányítani, és hát az a szkepticizmus, ami először megfogalmazódott többek között az orvos kollégák részéről, hogy majd mi a patikusok majd elviszük a beteget, elvittük, valóban elvittük a beteget hozzájuk. Tehát a betegeket nyilvánvalóan egyébként orvoshoz irányítjuk, és hát a legjelentősebb terület egyébként, ahol a patikus tevékenykedni tud, és ahol, ahol mégis egyébként a tevékenységnek a lényege, az gyakorlatilag ugye a tercivel prevenció az orvos által diagnosztizált betegek esetében meghatározott gyógyszerek alkalmazásánál, ott tud egyébként a gyógyszerész nagyon sokat segíteni, hiszen nemrégiben jelent meg egyébként egy cikk, és én úgy gondolom, hogy ezen a területen rengeteg tennivaló van. Az Egyesült Államokból származik a cikk, körülbelül egy hónapja jelent meg. Az Egyesült Államokban a harmadik legjelentősebb halálok, az a gyógyszer mellékhatások következtében beálló halál. Tehát ott a onkológiai megbetegedések után, a kardiovaszkulális megbetegedések után a harmadik legjelentősebb az a gyógyszer alkalmazásával, nem megfelelő alkalmazásával történő halál. Persze ehhez az is hozzájárul, hogy az Egyesült Államokban a gyógyszerhez történő hozzáférés az eléggé liberalizált, tehát nagyon sok olyan gyógyszertermék van, ami gyakorlatilag szabadfoltos rendszerben hozzáférhető, és hát hogy ez milyen komoly problémát jelent, azt a statisztikák egyértelműen alátámasztják. De én úgy gondolom, és erről annak idején, amikor a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa volt, Zahelfi orvos úrral is konzultáltunk, ugye, hogy az a nem kevés szabadon hozzáférhető gyógyszer, ami Magyarországon van, azért azok is hát, potenciális veszélyt jelentenek. Különösen azért, mert ugye ezen termékek között jelentős számú hatóanyag az, ami különböző néven hozzáférhető. Tehát garanciát csak a gyógyszerész tud biztosítani arra vonatkozóan, hogy lehetőség szerint a 10 különböző névre hozzáférhető gyógyszert, de ugyanaz a hatóanyagot tartalmazó gyógyszert ne vásárolja meg ugye a beteg. Ha a gyógyszerésztől kér ezzel kapcsolatosan tanácsot, akkor nyilván, hogy a gyógyszerész jelentős segítséget tud neki biztosítani. Tehát a vény nélkül hozzáférhető gyógyszerek vonatkozásában én úgy gondolom, hogy a gyógyszerészek szerepe az meghatározó. Ezért van az, hogy az elmúlt időszakban a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságával 15 területre dolgoztunk ki ajánlást, illetve 15 területre dolgoztunk ki irányelvet, amely irányelveket szeretnénk egyébként a mindennapi gyakorlatba bevezetni. Persze hát itt is azért vannak problémák, mert ezen irányelv kidolgozása a GEMSI-vel történt, tehát ugye, talán emlékeznek rá, az Zogyinak volt az úgy után követett a GEMSI, a GEMSI követően most van az Zogyi. A GEMSI az irányelveknek a tulajdonosa, de ahhoz, hogy mi az irányelveket széles körben ismertessük, illetve hozzáférhetővé tegyük, ehhez mindenféleképpen hát szükségünk van a GEMSI, illetve az UDOT szervezetének az engedélyére. Én a múlt évben voltam az elnök ennek a bizonyos gyógyszerészi gondozás szakmai bizottságának, januártól egészen decemberig kerestük, hogy ki a jogutódja, a GEMSI-nek ki a jogutódja. Végül megtaláltuk, utána kiderült ezért februárjában, hogy ez most akkor beolvad majd egy másik szervezetbe. Tehát így azért előre haladni eléggé nehéz. Tehát magyarán most változatlanul több mint hát másfél évvel azután, hogy mégis ezek az irányelvek kidolgozásra kerültek, több mint másfél évvel azután, hogy 50 patikában végül már ki tudtuk próbálni a mindennapi gyakorlatban, hogy hogyan
történhetne ez a bizonyos gyógyszerészi gondozás azokon a területeken, amelyeken is kidolgoztuk magát az irányelvet. Ezek közül csak egy párat említenék, egyébként a hipertónia, a diabétes, a diszlipidémia, az elhízás, az időskor, a várandós gondozás. Tehát ezek a területek, amik hát kiemelten szerepelnek, a bőrgyógyászat is folytathatnám. Tehát megindultunk azon az úton, hogy valóban biztonságos gyógyszerellátást, még fokozottabban biztonságos gyógyszerellátást tudjuk nyújtani a lakosság számára. Ebben azt kell mondanom, hogy még uniós projekt is segített bennünket, segített ezen a projekten keresztül maga a kormányzat is, csak éppen a gyakorlati megvalósulásnál hát egy kicsit megbicsaklott. Tehát ez az egész folyamat, reméljük, hogy kiderül, hogy ki a GMC-nek majd a jogutódja ebben a kérdésben, és akkor tudjuk folytatni azt a feladatot, amelyet gyakorlatilag több mint másfél évvel ezelőtt felfüggesztettünk. Köszönjük szépen! Most már az újságíró kollégák hallották, hogy milyen sokrétű munkát végeznek, illetve milyen sokrétű feladatnak kell megfelelnek a patikusok. Így visszatérhetünk ismét arra, hogy miért is fontos az, hogy díjazzuk az ő munkájukat, a patikusok munkáját, hogy ezt a lakosság véleménynyilvánításával tudjuk megtenni. A lakosság elmondja, hogy ő melyik patikát tartja az ő kedvenc patikájának, nyilván azt, ahol a legtöbb törődést, a legtöbb odafigyelést kapja. Ebben kérjük az önök segítségét, hogy ezt az egész témát a lakosság számára eljutassák. Elkérem dr. Rózsi Lajos Taros részéről, hogy az ő gondolatait is a témával kapcsolatban. Üdvözlöm önöket, és már a hatodik alkalommal van ez a díj, és mi a kezdetektől fogva támogatjuk ezt. Ezt is többször elmondtam, szerintem a több ismerős arcot látok már, aki sokszor volt, hogy miért támogatjuk, mi az alapvetés, és ez ugye onnét indul, hogy a Roche egy családi tulajdonú nagy gyógyszer és diagnosztikai cég, mi alapvetően a stratégiánkat a személyre szabott terápiára építettük föl. Tehát van egyfajta vízió, ha úgy tetszik, a terápiának a fejlődéséről, ami azt mondja, hogy a terápia afelé megy, hogy egyre inkább megpróbáljuk a személyre szabni azt a gyógyszerelést, amit adunk. Ugye vannak ma már olyan gyógyszerek, amelyek valóban így is működnek, de mi ezt egy kicsikét tágabb perspektívából is értjük. Tehát úgy gondoljuk, hogy a gyógyítás folyamata ez, és megint egy olyat mondott, amit már sokszor elmondtam, a gyógyítás folyamatának része a gyógyszertár. Ez nem evidencia, tehát ez egy filozófiai vita a mai napig a világban, hogy most a gyógyszertár az egy egészségügyi funkcióval is ellátott, de alapvetően kereskedelmi egység, vagy pedig kereskedelmi funkcióval is ellátott, de alapvetően egészségügyi egység. Mi ez utóbbi mellé tettük le a voksunkat, mert így gondoljuk, hogy ha csak kereskedelmi egység lenne, vagy alapvetően kereskedelmi egység lenne, az ott dolgozóknak inkább kereskedelmi képzésbe kéne részesülni, és nem pedig orvos egyetemen gyógyszerészi képzésbe. Aranyosat hadd mondjak önöknek, a tavaly évi sajtótájékoztató után egy régi, még egyetemről ismertük egymást, úgy megkeresett, aki itt volt a sajtótájékoztatón, és mondta, hogy hát jó Lajos, de azért ez egy kicsit arról is szól ám, hogy most a gyógyszerészek akkor ez a itt elhangzott szép milliárdokból többet szeretnének magukhoz húzni, mert hát nekik azért ez ám az érdekük, és mondtam, hogy most elárulok neked egy titkot, ez így van, de ennél nagyobb titok, hogy a kereskedelmi láncoknak is ez ám az érdekük, sőt a benzinkutak is azért csinálják ám ezt, mert nekik is ez az érdekük. Hát ebben igazából nincsen különbség, és ebben nincsen semmi meglepő. A kérdés az, hogy a gyógyszer mellé én melyik helyen milyen plusz szolgáltatást kapok. És aztán ehhez kapcsolódik, hogy nem olyan régen részt vettem egy multilevel marketinges bemutatón, amit nem tudtam, hogy oda megyek, tehát ugye jellemző módon úgy hívtak, hogy nem tudsz, ott szembesültem erre, hogy miről van szó. És ha már úgy legyen kövér, gondoltam, hogy végig ülöm. Annyira nem vagyok ezeknek híve, de mindegy.
és ott többek között tártári kiegészítőket is forgalmaznak, akkor elmondták, hogy ez sokkal jobb, mint ami a patikában van. És megkérdeztem, hogy miért, mondta, azért, mert ez teljesen természetes alapanyagokból készül. De hát, hogy hogyan? Hát nagyjából most nagyon lerövidítem, nem akarom hosszan elmondani, hát úgy, hogy learatjuk a lucernát, ledaráljuk és utána összepréseljük, és nem teszünk hozzá semmilyen egyéb anyagot. Nekem voltak ezzel kapcsolatban kétségeim, mert úgy emlékszem, hogy az orvosi egyetemen a gyógyszerészek azt hiszem, hogy 3 évig tanulják a gyógyszer technológiát, ami nagyjából, és erősítsetek meg, csak arról szól, hogy az, amit így összepréselünk, az először is maradjon egybe, addig, amíg a lejárat ideje van. De ha bevesszük, akkor essen szét, de ott essen szét, ahol szét kell esnie. Tehát nem mindegy, hogy a gyomorba esik szét, a patkóbélbe esik szét, vagy a vastagbélbe esik szét. Hát ehhez nagyon sokféle adalékanyagot kell hozzátenni, hogy ez megtörténjen. De biztos, hogy vannak olyan csodák, hogyha elég erősen préséljük össze a lucernát, akkor ez megtörténik. Biztos, ami biztos vettem ebből a C-vitamin készítményből, 60 mg-os maga ez a készítmény, és akkor most mindannyian tippeljenek, nem, bocsánat, 30. Végül. 30 mg-os, de ez teljesen természetes. És akkor most mindannyian tippeljenek, kíváncsi voltam, elvittem egy ismerős patikába, hogy egy tablettát megmérjünk, amiben 30 mg van. Hány mg-os egy ilyen tabletta? 1100 mg, ami azt jelenti, hogy 1070 mg valami van még benne a C-vitaminon kívül. Most a különbség az az, hogy ezt pedig önök döntsék el, hogy a benzinkuton, az áruházláncban, vagy a patikában kapnak arra vonatkozólag felvilágosítást, ha érdekli önöket, hogy ez az 1070 mg az micsoda? Meg annak milyen hatásai lehetnek, hogyha valami mással együtt veszem be, akkor az mit okoz bennem? Úgyhogy hát, összefoglalva röviden, nem akarom az idéget húzni, elég meleg van. Mi végül is ezért tettük le a voksunkat emellett a program mellett, és azt gondoljuk, hogy amíg lehet, addig támogatjuk ezt a programot. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. Eljött a kérdések ideje. Fel lehet tenni a kérdést.